Fegyelmi eljárást kezdeményez a Szocialista Párt szombathelyi frakciójának vezetője, azt követően, hogy a helyi önkormányzat legutóbbi ülésén a várost jelenleg irányító alpolgármester elviccelte azt a kérdést, hogy valóban ittak-e az egyik iskolában alkoholt a gyerekek előtt megrendezett disznóvágáson. Az ellenzéki politikus szerint ezen nem lehet viccelni. Egy iskolában nincs helye egyetlen csepp alkoholnak sem. Még akkor sem, ha ezzel kívánták esetleg szemléltetni a hagyományos disznóvágás legfőbb mozzanatait. Ezeket a felvételeket a nyugat.hu munkatársai készítették az ominózus disznóvágáson. A gyerekek sárga szalag mögül figyelhették, hogy miként lesz kolbász, hurka vagy éppen szalonna a szegény párából. Eközben került az iskolába az alkohol, melynek jó része el is fogyott. Nem kevés mennyiségű alkoholt, pálinkát és bort vittek be az általános iskolába, és ezt ott fogyasztották is a felnőttek. A kisdiákok előtt egyébként éppen egy disznóvágáshoz használták szemléltetésnek a pálinkát. És az egyéb alkoholos italokat álláspontom szerint se bevinni nem lehetett volna, az pedig ugye főképp egy bűnkategória, hogy még fogyasztották is. A szokatlan biológia órán történteket a szocialisták a legutóbbi közgyűlésen szóvá is tették. Értékelhető választ azonban nem kaptak. Próbálta a fideszes alpolgármester a közgyűlésen ezt ilyen poénként betudni, de szerintem pont neki, mint oktatásért felelős alpolgármesternek, illetve az intézmény vezetőinek kellett volna azt mondani, hogy ezt nem lehet, gyakorlatilag ez a teljesen kontroll hiánya. Szerettük volna megkérdezni a fideszes alpolgármestert is a történtekről, de nem kívánt élni a lehetőséggel. Szombathelyen egyébként a múlt héten a város másik, szintén kormánypárti alpolgármestere is alkoholos problémába ütközött. Őt a rendőrök állították meg gépkocsijával, s a szondáztatásnál derült ki, hogy ivott alkoholt, mielőtt beült az autójába. Ő ezt akkor egy közleményben el is ismerte, s vállalja a következményeket.